Szép napot kívánok mindenkinek, szervusztok, sziasztok! Elérkeztünk egy újabb, és a következő, és nem tudom, a mostani Geogesszer videóhoz. Továbbra is folytatjuk a kalandozásainkat Magyarország területén. Mai napon egyelőre kettő város van kiválasztva, de hogyha nem sikerül ezeket sokáig húzni, pontosabban pontosítok, hogy könnyebben érthető legyen. Hogyha ezeket nagyon gyorsan meg tudjuk csinálni, nagyon gyorsan el tudunk érni egészen jó eredményt, akkor még esetleg keresgélünk városokat. Két város, amit kiválasztottam, az Tata és Tatabánya. Egyik helyen sem jártam még, tudtammal, úgyhogy érdekes lesz. Valószínűleg lesz egy-kettő kör, mire nagyjából meg lesznek a helyek, illetve nagyjából meg lesznek azok a pontok, amik nekünk kellenek. És ennyi. És mindenki Overwatch 2-t streamel. Van már Overwatch 2? Kezdjük úgy gondolom... Na, még egyszer. Tehát úgy gondolom, kezdjük Tatabányával. Ez egy nagyobb volumenű pálya, 207 locationnál, tehát annyira nem egyszerűen tanulható, de mégis szerintem azért meg fogjuk tudni oldani. Tata az egy 66 locationből álló pálya, tehát az egy könnyebben tanulható megmozdulás lesz, de minden esetre első Tatabánya. Ugye nagyon nagy segítség nekünk, hogy nem kell azon gondolkodni, hogy mégis melyik városban vagyunk, vagy városban vagyunk-e, hiszen biztos, hogy városban vagyunk, még azt is tudjuk, hogy melyik városban. Tatabányán, méghozzá Cseresznyefa utcában, a határpresszó van a sarkon. És ez egy, délnyugati út. És, ilyen kertvárosi lakótelep, szocialista blokkokkal. Meg ilyenek. Nézzük meg mégis, hogy Tatabányának a térképe az hogy néz ki, hol dolgozunk éppen, mit kell nekünk látni. Turul emlékmű, ez egy nagyon jó kiinduló pont lesz, én úgy érzem. Hogyha ezt látjuk, akkor arról tudunk tájékozódni. Ugye most jelenleg nem látom, és nagyon domba se látok, amin ez rajta lehetett. Én valahol ezt a ságvári lakótelepet néztem ki magamnak, hogy szerintem mi valahol itt lehetünk. Ugye ez a Cseresznyefa utca, korábban már beszéltünk ezekről az utcákról, hogy például itt is télősz, nyár, tavaszút, ilyen egy témához köthető utak, azok így egy körben megtalálhatóak, és így akár még azt is meg tudjuk keresni, hogy illetve nem kell pontosan a Cseresznyefa utcát keresnünk, hogyha látunk mondjuk nem Gál István lakótelepre gondolok feltétlenül, de mondjuk látunk egy délnyugat. Ilyen utakat kell nekünk keresni. Szóval mondjuk látunk egy nem tudom, Fűzfa utcát, vagy valami hasonlót, akkor az azt... Itt van Fűzfa utca. Úgyhogy ez azt mutathatja nekünk, hogy jó fele járunk. A Fűzfa utcát nyilván csak példaként mondtam, nem feltétlenül úgy gondoltam, hogy ténylegesen jó helyen járunk. Ugye így van dél, így van délnyugat, tehát nekünk valami ilyesfajta utat kéne keresni. Amit most az egeremmel mutatok. És nem tudom pontosan miért nem kezdünk el keresgélni tovább, tehát sokkal egyszerűbb lenne, több utcát ismernénk, vagy látnánk valamit. Szeretem a kihívásokat. Jó, hát ennek az utcának nem látunk utcanevet. Sajnos azt az utcanevet Szent György utca. Szent György és Cseresznyefa utca.
Dózsakert. Próbálom az út formája, nem formája az, hanem inkább iránya alapján megkeresni ezeket. Cseresznyefa utca, határkocsma. Look at that. Már is megvagyunk. És akkor itt ott a határkocsma, és akkor második ház előtt. Ja, gyanús lehet. Jó, megvagyunk. Guess. 1 méter. Király. Jó, további blokkok. El nem tudom mondani, hogy mennyi ilyen blokkot látok nap, mint nap. Tehát, hogyha csak egy ilyen blokkot megnézünk, így gyakorlatilag bármelyik városban lehetünk. Ez egy tatabánya, jó, mondjuk bánya, tehát... bánya, tehát nem csodálkozok rajta. De hogy annyira egységes ezek a kommunizmus, szocializmus ideje alatt épült lakótelepek, annyira egységesek, hogy nagyon. Tehát konkrétan ez a látvány, ez így bányavárosok körül főként, mert hát ugye a bányászatra nagyon nagy hangsúly volt fektetve annóba. Ilyen bányavárosoknál mindegyik így néz ki. Sőt, még ráadásul ugyanilyen stílusú táblák is vannak mindenhol. Ekkora betűkkel, hogy ABC, mellette két Coca-Cola. Simán mondhatnám azt, hogy nem tudom, Miskolcon vagyunk, vagy Kazincbarcikán, vagy mit tudom én, még mi volt ilyen nagy bányász rész. Rudabánya. Ja, mondjuk Rudabánya az azt hiszem egy kis település, tehát ott nem feltétlen. És a Kazincbarcika, főleg Kazincbarcika. Meg hát mondom, bármelyik bánya telepet, vagy na, még egyszer, tehát bányaváros megnézzük. Kötelező jelleggel öreg néni az ablakban, kukucskál. Szinte kihagyhatatlan, viszont szeretném tudni, hogy milyen utcában vagyok. Jó, szembe velünk itt van egy lejtő. Felejtő, haha, ha-ha-ha. És ott van a domb. Én úgy emlékszem, hogy azon a dombon van rajta a turul emlékmű, amiről arra merek következtetni, hogy mi valahol erre vagyunk, inkább ezen a részen. Hogy most ez az erőmű lakótelep, vagy nem? Azt nem tudom megmondani. Előtte valami... Viszont abból tudunk következtetni, hogy a vasúti sín. Vasúti sín, az itt megy keresztbe. Tehát lehetünk akár itt is. Jó, itt nem lehetünk. Az út miatt. De itt akár lehetünk. Ez elég. Itt van egy grillbar. Van egy grillbár, itt vagyunk, nézzétek már. Megérkeztünk! Magyar Vöröskereszt. Hogy ebben mindig belefutok? Na mindegy. Jó. Hát nézzük, hogy a kiinduló helyünkön mi van. Van itt egy spár, nekünk. Északra. Tehát mi valahonnan innen kellett, hogy jöjjünk. Tényleg nincs egy nyomba tucca tábla kirakva. Síralmas. Oázis étterem. Oázis. Oázis. Bányász játszótér. Játszótér. Május egy park. Minden ami kell. Egy ghetto bird tattoo. Jó, itt a Spar Supermarket, ez már nagyon jó. Hiszen a Spar Supermarket gyakorlatilag egy köpésre van tőlünk.
Én azt merném mondani, hogy ez egy négyes kereszteződés. Pedig szívem szerint én ezt mondanám. Sus, nyás. Mi a fasz? Fú, skacik, meg vagyok lőve. Van egy nagy kanyar, meg itt is, de hogy itt ugye le lehet menni. Tehát ennek rajta kéne lenni, ha csak nem, ugye ez parkoló és ez nincs rajta. Ja, szerintem a Gál István lakótelep nevezetű utcán vagyunk. Méghozzá, hát ugye a kereszteződéstől annyira nem nagyon messze. Gondolom itt ez az épület jelzi ezt, és mi ennek itt a sarkánál vagyunk. Yep, így is igaz. Megvan egy tökéletes pont megint. Oké, okay. Úgy néz ki, valami főbúton vagyunk. Nyilván a blokkokat még mindig nem tudtuk elhagyni. Ha egyáltalán valamikor el fogjuk tudni hagyni. Itt egy fancy rózsaszín épület. Mérleg. Mérleg. Könyvelő. Valami. Itt mi épül? Mondd el nekem, eladó lakások. Mindjárt jobban néznek ki. Egy fokkal jobban néznek ki, mint ezek a blokkok. Bányászkörtér. Ha jól tudok olvasni. Ifjúság út. Tehát akkor mi az ifjúság úton vagyunk. Most. Where is the ifjúság út? Ifjúság utca. Megvan az ifjúság utca. De ez út. Ifjúság utca. Az ifjúság utca annyira nem tűnik nagyon hosszúnak. Viszont ez azért elég sokáig eltart. De nincsen kiírva semmi szerencsére. Észak-nyugat. Inkább a mártírok útja. Ami ebben már tirok útja, ami nekem tetszik. Itt van egy könyvvizsgáló és adó tanácsadó. Ez akár még lehet a az a mérleg cucc is, amit néztünk. Egy busz megálló, hát ha ez ír valamit. Nem. Nem. Nem ír semmit. Nekem elég nagy a gyanúm, hogy mi itt a mártírok útján vagyunk, voltunk. Szerintem, hogy a mártírok útjának vége az örök szerelem kútja. Jézus. Van egy posta, ha jól látom. Ez a főtér. Hát nem tudom. Hát nem tudom, megmondom őszintén. Na majd most. Így. Ja, ez nagyon úgy néz ki, mint egy kút. Magyar Államkincstár. Hát ez nincs rajta. Az OTP-t nem látjuk. A postát viszont látjuk.
Gyógyszertár, smaragd gyógyszertár. Tehát szinte biztos se tudom mondani. Így innen. Hogy a mártírok útján vagyunk. És akkor már csak azt kéne kideríteni, hogy a mártírok útjának is melyik elágazásánál. Ez is mártírok út, hát nagyon előrébb nem láttam veled, barátom, de köszönöm szépen. Te minden mártírok útja. Már úgy lehet, hogy ez a leágazó itt. Már csak azért, mert hogy ott is van egy kereszteződés. Tudjátok, mit berakom oda? Mert hát ennyire nagy a fiúnak a... Hát igen, az arca. Mármint az arca, maradjunk annyiban. Végre elhagytuk a blokkokat, a blokkházakat, és kijöttünk a fancy környékre. Elég külvárosias. Moróka utca. Moróka utca. Parapapa, Patrik? Mi? Úristen, azok mennyire csúnyák. Valamint, hogy... Jó, persze, fancy környék, meg minden. De hogy akkor is? Hogy ez... Ó. Merre vagyunk a várostól? Ezt derítsük ki ezt. Ott vannak nagy tömbházak. Júj. Hát ez már annyira nem néz ki jól. Inkább menjünk vissza. Nyáron sokkal jobb. Oké. Okay. Van fent valami, nem tudom, hogy ez micsoda. Turulszobor talán annyira nincs magasan, viszont az a... Ranzinger vince kilátó? Az viszont lehet. És hogyha az van nekünk... North East Eastre. Tehát erre van North East, erre East. Ketté között. Elég messze van tőlünk, és az egész városon át kell menni, tehát... Akkor valamára erre lehetünk. Vagy még messzebb esetleg. Bár itt már ilyen ipari parknak tűnik ez nekem. Amivel nem biztos, hogy messze állunk az igazságtól, hiszen van itt egy csomó siló, meg minden. Viszont itt a Boróka utca, amit mi megtaláltunk. Csak ugye azt nem tudjuk, a Boróka utcának melyik végén vagyunk. Ez a Cseresznyefa utcába torkollik, hát mi ott már voltunk, haló? Lehet, hogy ez volt itt a My Wow. Ja. Nem bizonnyal. És itt pedig megy lefelé egy út. Megkockáztatom, hogy ez a Zsája út. Ez. És akkor ezzel szemben van egy ház. Van. Ebben az irányba haladunk, ott van még egy ház, meg egy fancy ház. Itt vagyunk ez előtt most. Ja, szerintem itt vagyunk. Nem, a másik irányba kellett menni. Tényleg. A fene, amelyik megeszi, pedig olyan jó kört mentünk eddig. Gerecse, vegyes. No, hát itt van ez a sziklás rész. Sziklás részről tudni kell, hogy a sziklás részen van a turul emlékmű. És egész közel van hozzánk, tehát már is tudunk ebből... Köszönöm. Itt van ilyen hang zajvédő cumó. Nem gondolom, hogy a Szőlőhegy úton vagyunk. Úgyhogy inkább... Megint a mártírok útját mondanám. Itt van egy játszótér. Kressz Park. Angyal Sziget, Szabóság. Belvárosi fogászat. Nagyon sokáig menjünk vissza. Gyermekkert óvoda. Olyat láttunk, nem?
Gyermekkert óra. És akkor ennek a mártira kutya végén vagyunk mi. Jó, nem teljesen a végén, egy picit visszább. Igen, persze, a semmi közepén álltam. Hagyjuk már a hülyeséget. Na jó, hát összességében a kettő utolsót annyira nem sikerült jól eltalálnunk. Viszont 24.338 ponttal felkerültünk a negyedik helyre, azt hiszem. Ami első körnek annyira nem rossz, de azért tudunk ennél jobbat. Jó, itt vagyunk a tesztkónál. Ez egy nagy út, gondolom az egyes. És akkor az egyes út mellett meg kell keresnünk a tacskót. Mikael Mall, Penny, Lidl. Van itt minden, csak Tesco nincsen. Van hülyeséget. Mutasd magad, Tesco. Még mindig tatabányát nézzük, ez nagyon pozitív. Tesco. Ma rögtön itt a város, meg nagy kereszteződés. Tesco. Nagy meg a szerű. És akkor itt vagyunk a... Ez nem az a nagy kereszteződés, ami nekünk kell. Szinte teljesen biztos vagyok benne egyébként, hogy... Nyugat-észak-nyugatnak haladunk. Errefele. Hát ez nem lehet. Hát ugye a Tesco itt van. Meg itt vagyunk a Tesco mellett. Csak akkor haladhatunk arra, hogyha itt vagyunk. De Tesco-tól lejjebb vagyunk. Ez egy lámpás kereszteződés, de hát itt meg nincsen lámpa. Létezne, hogy nem csak egy Tesco van? Nem, olyan biztos, hogy nincs. Létezne, hogy mi nem is ott vagyunk, hanem itt vagyunk. Hát ott bizony, hát hol máshol lennénk. Nálunk nagy utak néznek ki, úgy mint itt ez a Bláthy Otto út, ami kicsi a térképen. Jó. Kazinczy Ferenc utca. Kazinczy Ferenc utca a következő. Elnézést, ez a... Petic utca? Nem, ez a Kazinczy Ferenc utca. Jó. Kazinczy Ferenc és a gyógyszertár és a... Mi van még itt? Ezek úgy sincsenek rajta a térképen. És a Hadsereg utca. Kazinczy Ferenc és a Hadsereg utca találkozásánál van egy gyógyszertár, és mi ott vagyunk. Illetve Ádára befele. Na jól van. Itt van Marács Imre, Nagy László, Hársfaliget. Próbálom alkalmazni azt a tippet, amire rájöttem, ugye? Híres emberekről elnevezett területet keresünk. Klapka György, Jókai Mór, Feszti Árpád, Skörképe, Madács Imre, Madács Imre, Völgy, Mókai Jór,
Sorbé Bándor, Vencendel, új sor. Enter. Márai Kihály, Leleki Tászló. Jó, befejeztem. Vágóhíd utca. Hoppá. 15. aknai házak. Akkor itt van a bányász telepje a skanzon. Itt voltak a kolóniák, gondolom én. Naivan. Erkel Ferenc, Jászmin, Sárberki. Ezek mind nagyon szép utcanevek. Egy baj van velük, hogy egyik sem Kazinci Ferenc. Itt van Bláthy Ottó utca. Bláthy Ottó az... Az nekünk nem kell most. Kandó Kálmán. Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán kar. Szent Kálmán, Csokonai, Ady Endre, Gárdonyi Géz. Tök jó, hogy igazából csak azt nem találom, akit én keresek. Tompa Mihály, hát nem a legélesebb kés a fiókba, értitek? Cifáradt vagyok, ne haragudjatok. Mennyivel egyszerűbb lenne amúgy keresgélni? Nem tudom, hogy miért akarok minden térképen megtalálni. Mondjuk ezt megnézhetem, hogy nagyjából egy észak... Nem észak, kelet-nyugat. Kicsit észak-kelet felé nyúlik. Nagyjából egy ilyen útról beszélünk. Olyan utak, mint itt az utak nagy többsége. Amire egy majdnem észak-dél irányú út csatlakozik. Ez a Lehel utca, ez nekem tetszik. Csak tudnám, hogy akkor miért hadsereg. Az én paradicsom. Ha van békeút, akkor kéne hadsereg útnak is lenni, nem? Csak hogy így az ellentétek kiegyenlítsék egymást. Nem, engem ez zavar leginkább, hogy tudok mindent, ami kell nekem ahhoz, hogy megtaláljam, csak mégse találom meg. Móricz Zsigmond, Blaha Lujza, hadsereg út, megvan a hadsereg út, yeah boy, wow. Gerecse utca. Wow. Hadsereg Kölcsei. Kazinci Ferenc. Hadsereg Kazinci Ferenc. Mi, hogyha észak felé nézünk, akkor a keleti oldalról jöttünk, és ott egy ház. Tehát itt. Még ki is mondtam, hogy a keleti. Megpróbáljuk ezt újra, ezt a kört. Na, egy egész kellemes kis környéken találjuk magunkat. Észak-nyugati útirány. És az utca Jókai Mór névre hallgat. És rámerőleges út pedig. Doppergést kérek. Titkolja magát. De az pedig a egyes rész felé néz. Tehát, hogyha ez egy... Hát ez egy dél-kelet, ami átvált kicsit északibbá. Jó, ezt most valószínűleg nem értettétek, de nekem fejbe megvan, hogy mit kell keresnünk. És valahol itt a... Látjuk a... Látunk bármit a hegyről, amihez tudnánk viszonyítani?
Nem, viszont elég messze vagyunk mindentől. Ott van bent a belváros. Úgyhogy szerintem ilyen Bánhida is környéke lesz az, amit nekünk keresni kell. És itt van a Feszti Árpád. Feszti Árpád, ez már megvan. Ezt ma megtaláltuk, nem egyszer, nem kétszer. Jó. Tehát mi pedig a Feszti Árpáddal vagyunk párhuzamos úton, és már el is felejtettem, hogy mi a mi utcánknak a neve. És híres valami híres ember volt. Talán költő. Jókai Mór. Mókai Jór. Jó, hol volt ő? Őt itt lent láttam. Vagy nem. De ez biztos. Feszti Árpád és Jókai Mór. Jó, már csak azt kéne tudni, hogy az összekötő út a Szent Vendel, vagy Dubnyik, vagy mi az? Nem, ez lesz az. Mert itt vált át északibbá. Tehát mi most ezen a sarkon vagyunk. És ráadásul itt egy söröző. De a nevét nem tudom, viszont a térképen rajta van, úgyhogy hiszek neki. Jó, mi akkor ezen az úton haladunk visszafelé. Számoljuk le a házakat. Le tudjuk számolni a házakat. Muszájak leszünk. Nem szeretek házakat számolgatni, de hát, hogyha ezt a megoldást kapom. Jó. Ez van a déli oldal fele. Tehát itt van egy. Ez itt kettő. Hát szerintem ezek egybe tartoznak. Ő a következő. Fa mögötti a következő. A kék a következő. Talán. És itt van egy ház beljebb. Gyanítom, hogy ő lesz itt. És mi honnan jöttünk? Mi innen jöttünk. Ennyi. A házszámolás az OP dolog, hogyha meg tudod oldani. De van, amikor átépítések, meg mit tudom én, mi miatt annyira nem pontos. Így kicsit kreatívan és rugalmasan kell kezelni azt, amit mond, és csak tájékoztató jelleggel kell magatokra venni. Csak ajánlás. Jó, megint hasonló területen vagyunk, ugye ugyanúgy szembe van velünk ez, talán az pont a turul emlékmű. Innen elég rosszul látok. Viszont itt egy grillbár, csak elvitt erre. A grillbárt meg már láttuk, hiszen a grillbár másik oldalán voltunk, amikor lejöttünk. Jó, hol is volt? Még jöttünk lefele, és a vasutat követtük. Kövessük hát most is a vasutat. Itt a grillbár, ennek a másik oldalán vagyunk, a Kandó Kálmán utca, ami a miénk. És a Kandó Kálmán utca, nem mondasz, hogy megint házakat kell számolnom, hát rosszul leszek, basszus. Itt nem lehet házakat se számolni. Hát ilyen a világon nincsen, azt ráadásul itt... Mindegy, ezt beszámolom egynek. Ez lesz a következő. Ez a következő. Ez a következő. Mondjuk itt volt nagyobb szünet. Úgyhogy legyen. Na itt is átépítések, hát ez le lett választva, ez nem így volt ez tervezve. Gondolom ez is ilyen kolónia volt, vagy nem tudom, tehát hosszú egybefüggő ház volt. Jó, viszont most azért szűkebben jönnek a témák, tehát akkor egy, kettő, három. Hogy voltunk? Egy, kettő, három, esetleg négy. Itt az ötödik. És akkor a hatodik előtt vagyunk. Létezik. Hát, nem. Elszámoltam magamat. Igen, ezért mondom, tehát... Ezek azok a dolgok, amikkel számolni kell, főleg ilyen területen. Ahol ilyen egybefüggő házak voltak, és akkor átépítések, meg mit tudom én. Szerintem csak a szenvedés van.
Biztonságunk az ön kezében van. Nyom, nyom, nyom. Jó, észak felé haladunk. Nem úgy tűnik, mint egy autópálya. Viszont inkább úgy, mint egy főút. Így is van, az egyes főúton haladunk. Tatabánya felé. Délfelől érkezünk. És... őszintén, hogy gőzöm nincs, hogy hol. Viszont... van egy felüljáró, amiből talán kiindulhatunk. Ha megtalálom ezt a felüljárót, akkor... nagyon boldog leszek. Jó, tegyünk úgy, mintha... mivel láttunk... egy... temetőt, tegyünk úgy, mintha ez a Baros Gábor... lenne. Itt van egy... lejárat. Ami actually egy lejárat, tehát... szerintem, itt nem tudom miért van egy lámpa írva. Mert ott egy lámpa. Ó, értem. Ó, értem. Jó, hát akkor berakjuk ide. És 17 métert tévedtünk, de még mindig megvan a full pont. Úgyhogy örömé bólottá. És visszatértünk a kedvenc helyünkre. Ez a mártírok útja. Ez a mártírok útja fixen. Hiszen ezelőtt én már megálltam. Ezelőtt a busz megálló előtt valami információ morzsát keresve, de nem találtam semmit. Úgyhogy megkeressük a mártírok útját. Hol van a mártírok útja? Mártírok útja, gyere elő! Gyere! Gyere! Gyere, geci! Igen, sokkal egyszerűbb lenne, hogyha ismerném a várost. Arra emlékszem, hogy egy ilyen éve volt az útnak. De ez a köztársaság útja. Szent borbála. Azt hittem, hogy csak szénából csinálnak bálákat, de mindegy. Ki vagyok én, hogy belekössek mindenbe. Megvan. Már csak azt kéne megtudni. Itt egy zsákutca. A zsákutca az egész jó. A zsákutca az azért jó. Mert abból nem lehet kijönni. És így tudunk következtetni arra, hogy mi pont itt vagyunk. I mean... ennyi. Tehát pont jó helyen voltam. Pont jó helyen voltam. Ehhez most szerencse is kellett, aláírom. De pont jó helyen voltam. Jó, egy viszonylag zöldebb területre érkeztünk. Ugyan még mindig megvannak a blokkjaink. Ezektől nem nagyon sikerült elszakadnunk. Viszont van itt egy park. Van itt egy játszótér, illetve sportkomplexum, vagy mi. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy a mártírok útján fogunk kiukadni. Nem, a Dózsa-György úton egy dupla körforgalomnál. Amire csak azért néztem annyira fel, hiszen a dupla körforgalom az nekünk nagyon jó. Nem sok helyen van dupla körforgalom. Jó. Mi most így megyünk fölfelé, és akkor bele fogunk futni az erre merőlegesen haladó Dózsa-György útra. Madács Imre utca. Ez még egy tippet ad nekünk, hogy merre lehetünk. Csak meg kéne keresnem, hogy hol láttam Madács Imre utcát. Madács Imre utca. Nagyon jó. És hogyha ennek kimegyünk a végén, akkor itt is vagyunk. A mozgáskorlátozott a Komárom-Esztergom megyei egyesülete. Ők. És ezen az úton kell nekünk visszább mennünk egy kicsit. Ugye a szánkózó domb.
amit itt látunk, nem, most pont nem látunk, viszont nem, még mindig nem, majd itt látunk, ez a szánkózó domb, mit lehet szánkozni télen, vagy síelni. Szóval mindenki maga döntse el, hogy mit szeretne. Nem szeretnék házakat számolni, úgyhogy ide lerakom a pontomat, amivel nem sikerül full pont számot megtalálnunk, megkeresnünk. Jó. Úgyhogy megint egy viszonylag nagyobb úton vagyunk. Csokolá, megtetszene gondolni, hogy merre vagyunk? Béke pipa, öreg pipa pizzéria. Jó lenne, hogyha még el is tudnám olvasni, mi van a ház falára írva. Hát, talán LTP a vége. Talán, talán, de nem biztos. Ez így a lehetetlennel határos leolvasni ezt a táblát és bármit, bármire következtetni róla. Úgyhogy haladunk tovább, és nézelődünk tovább. Információ morzsákat kutatva. Sárberki lakótelep. Jó. Hát, ez a ságvári lakótelep. Nem tudom, hogy itt mennyire. Ságvári Endre út. Ságvári lakótelep. Hoppá, hoppá. Akkor mi valószínűleg itt a Szent Borbála. Szent Borbála úton vagyunk. Csak az a kérdés, hogy mennyi ságvári lakótelep lekötés van erről az útról. Elvileg van, kéne, hogy legyen mellettünk, ha csak nem egyébként. És nem. Nem valószínű. Kéne, hogy legyen mellettünk stadion, meg ilyenek, de nincsen semmiféle stadion. Aló! Semmi nincs. Nem, hogy lófasz, ló sincsen. De Ellenberger minden ságvári lakótelepnek hívnak. Az mennyire jó, hogy elolvastam, hogy Sárberki. Majd így ságvári. Tehát így nem. Nem mondok én már erre semmit. Ezek a házak, mondtam volna, hogy ismerősek, de nem. Viszont ez egy épület. Amire azon ír, vagy művelődési ház. Thália. Megvan a művelődési ház. Nem hiszem, hogy azt ilyen nagyból fogjuk látni. Próbát adhatunk neki, de nem valószínű. Nem tartom valószínűnek. A mentők, az országos mentőszolgálat. Járási osztály. Bárdos László gimnázium. Mi van még? Sportcsarnok több anya. József Attila művelődési ház. Miért van egy olyan érzésem, hogy ez nem a József Attila művelődési ház? Szinte biztos vagyok benne, hogy ez
KPVDS tárja. Hogyha te mondod, neked elhiszem. Inkább egy utcatáblát szeretnék látni, amit mondjuk el tudok olvasni, az nem hátrány. És abból... Ez az autó tuti Japánból hozták. Japánban vannak ilyen autók. Kicsi, nyomi, kocka. Japánban látni ilyeneket. Akkor mindjárt sírni fogok. Nem találok egyetlen egy olvasható utcatáblát sem. Harmadik díszóna. Ágyak párnák Rottex. Matracbolt és bútorbolt. Városrendészet. Ez a Komáromi út, amin most vagyunk. És ha minden igaz, akkor ebbe torkol bele az az út, ami kell nekünk. Már csak az a kérdés, hogy a Komáromi út az merre van. A Komáromi úttal még nem igazán találkoztam, legalábbis legjobb emlékezetem szerint. Körösi Csoma Sándor tér, Komáromi út, Kós Károly. Valószínűleg a Kós Károly út, ami nekünk kell. És itt van a KPVDS művelődési ház. Nagyon nagyszerű, meg vagyunk. Igaz, sokáig tartott. Kis szenvedésbe telt, de meg vagyunk. És igazából itt vagyunk az Ond vezér úthoz egészen közel. Yeah, boy! Temető. Mondjátok azt, hogy csak egy temető van Tatabányán. Nagyon remélem, hogy csak egy temető van. Gondolom ez az új telepi temető. És ez a Feszti Árpád út. Egyes út, kettes út. Hármas út, négyes út, ötös út. Multifunkciós csarnok. Jó, hát az a rossz hírem, hogy nem. Csak egy temető van. Tehát így... Ez kicsit lassabb lesz, mint gondoltam. Mi ez a Feszti Árpád? Hol volt a Feszti Árpád? Itt a Feszti Árpád. És itt van az újbánhidai temető. Nagyon jó. Hát, ugye ez van nekünk nyugatra. És a Feszti Árpád út is, tehát mi itt vagyunk akkor. Ján Attilik. Hello. Miféle bánya vagy képződmény vagy te? Nem csúnya egyébként, azt kell, hogy mondjam, nem csúnya. Viszont még nem nagyon találkoztunk ilyennel. Ez egy elég kieső részem van. Lehetséges-e? Csak így vakon. Az előbb láttunk egy ilyet. Ugye ez nekünk North East-re van. Már pedig a hegyek azok itt vannak North East-re. Nyárli barlang, messzes barlang, hát ezek... Most elgondolkodtam ezen a panoráma úton és környékén egyébként. Bár nem azért a 20 fillére lér, de elég veszélyesnek tűnik. Hát azért mondjuk, itt
itt nálunk ilyen területre sötétedés után nem nagyon sétálgatnán csak úgy brahipóla. Ja, Istenem! Otthon érzem magam. Hát ez tényleg életveszélyes. Hát ez az. Várjátok, mert ott van a... Itt vannak ezek a dombok, amiket mi kerestünk. Nem akarok én itt semmi, nem akarok én itt rosszakat mondani, meg semmi, de valószínűleg megérkeztünk a tatabányai cigány sorra. Ja, semmi baj nincsen egyébként. Mert nem ott lakok. Jó. Az egyes út mellett vagyunk, ez már biztos. János forrás. Ezt a táblát nem nagyon láttam. Haligabesz, halihali. Ezt a táblát nem nagyon láttam, de úgy érzem, hogy vissza kell mennünk és meg kell nézni. Maradjunk ebben a nyári környezetben, azért így sokkal barátságosabbnak tűnik, mint ősszel. Na, mindegy. Bármilyen utca tábla, vagy jelzés, hogy merre vagyok. Gyár utca, na végre. Legalább már van miből kiindulni. Kőbánya. Hogy megy itt az egyes út? Tehát egy ilyen észak-dél nagyjából, de kanyarodik. És ez pedig egy nyugat-kelet. Méztelep. Ah, meg vagyunk. Gyárút. Meg vagyunk. Skacik, meg vagyunk mentve. És akkor itt mi itt vagyunk a gyárútnak a végén, igaz? Valahol. Itt az utolsó háznál. Jézus! Igen. Ha Tatabányára mentek, csak így képek alapján, talán ezt a méztelepet érdemes elkerülni. Inkább nézzetek meg ilyen szép dolgokat, mint a Messes Barlang, a Toruló emlékművet, Ranzinger Vince kilátót, meg ilyeneket tudjátok. Jó. Végre. Végre egy egészen normális. Végre egy normális környék. Nek tűnik. Így elsőre. Motorozásban az a jó, hogy gyorsan el tudtok menni. Viszont sokkal könnyebben elkapnak. Hogyha így szembe jönnek. Na mindegy. Ne is menjünk ebbe bele. Ne menjünk ebbe bele. Inkább próbáljuk meg kideríteni, hogy hol vagyunk. Jelen állás szerint, vagy jelen pillanatban. Jó környéknek jó környék, így hirtelen. Ez Biztos, hogy Tatabányán vagyunk, Gabesz. Biztos, hogy Tatabányán vagyunk. Csak Tatabányán belül kell megkeresnünk, hogy hol vagyunk. Ezt a lakótelepet, ezt már csináltuk, tehát az elsők között volt, az első pontjaink között volt. És vajon sikerült-e meg? Szerintem ez volt a cseresznyefa. A cseresznyefa. És a cseresznyefa az, mintha erre felfelé lett volna. Cseresznyefa, határkocsma. Nem, valamivel összekevertem. Nem kevertem össze.
Nem, most nem egész Magyarországot játszok, most csak városokat nézegetek meg. Főleg olyan városokat próbálok, ahol még úgy nem nagyon voltam. Szétnézek ott is, milyen a környezet. Mármint így képeken. Hát... Itt van egy kereszteződés. Nem. Busz megálló. Itt a kereszteződés. Tatabányán megújuló útfelújítások. Megvalósuló. Hoppa. Látjátok, nem tévedtem én akkor át. Bezony jó helyen vagyunk. Be akartam pikkelni. De átmondom, annyira nincsen nagy faszom. Ezt meg csak úgy. Hát, ja. Számolgathatnék házakat naphosszat, de minek? Nem akarok én házakat számolgatni. Jó. Nagy ház. Sok ablakkal. Meg busz megálló. Meg bemutató terem. És itt már voltunk. Illetve nem itt, csak ide lyukadtunk ki egyszer. Ez az utolsó körünk. Jó lenne ezt jóra megcsinálni. Hol találtuk? Milyen utca volt ez? Valamilyen nagyon fura nevű... Fura nevű műfházat kerestünk akkor. És... Nagyon gondolkodok, nagyon-nagyon gondol. Sőt, még azt is tudom, hogy az egy olyan útra vezetett, amit már korábban láttunk. És nem a József Attila művelődési ház az. Úgy emlékszem, valahol fent volt egy ilyen kanyargós út. Fent volt, vagy lent volt? Tisztára, ez a méztelep, ez teljesen megzavart. Elvesztettem minden eddigi tudásomat. Ez meg már vért tesz, ez már nem jó nekünk. Jászai Mari mentor. Fel fogom adni, nem fogom feladni. Nem fogom feladni, ennél keményebb vagyok. Bláti Otto. Ez volt a Tesco-s. Tudom, hogy itt nem találtam semmit, amit el tudtam volna olvasni, és ezért voltam ennyire szomorú. Mert ezt nem tudtam egyiket sem olvasni. Meg itt a végén már nem is nagyon volt ilyen út. Rossz, hogy nem jegyeztem meg. Harmadik díjzóna. Várjál csak. Esetleg erről a térképről. Ne tudunk-e valamit olvasni? Esetlegesen. Hogyha itt van az egyes út. Egyes út az... Egyes útnak kell lenni. De még van egy kicsit lejjebb megy.
Próbálom betájolni, hogy ez milyen utat mutat. Akkor Tatabánya vég. Ott a kilátó. Végre valami kiinduló pont. Te jó Isten. Ez itt a kilátónk. Ez eddig okés. Ez van nekünk North Eastre. Arra fele. Szinte egyenesen. Ond vezér. Kós Károly. Itt van Kós Károly. Nagyszerű. Kós Károlyról lejöttünk itt, és a Töhötön vezér útnál voltunk. Vagyunk. Itt közel a másik kereszteződéshez. Yeah, boy. Egyéni rekord. Nem sokkal döntöttük meg, de egyéni rekord. Ha egy kicsit több erőt fektetek ebbe a Szőlődomb utcába, még akár jó is lehetett volna. De hát itt csak negyedikek vagyunk, vagy még nem is vagyunk negyedikek se. Hát, ja. Hát ez volt Tatabányom. Most Tatabányából egyelőre ennyi elég volt nekem, számomra. Úgyhogy Tatabánya ennyi, és itt a vége, fussá vélem.